Kóbor János és Szerelmet Demes Zsóka 12 éve alkotnak egy párt, és itt vannak mellettünk, elfogadták a meghívást. Jó reggel. Köszönjük szépen, jó reggel. 12 év, ugye? Neked még fáj kimondani is, nem? Nem az, hogy fáj, hanem ugye mi most 5 éve vagyunk együtt, nekem ez most már nagyon természetes, és előtte sosem gondoltam volna, hogy ez ugye számomra ennyire természetes lesz, de ugye mondhatjuk azt is, hogy igazából te megtaláltad a másik feledet. Igen, tulajdonképpen az ember végig az egész életében, szerintem benne van ez, hogy hát nem egyedül akarja az életét élni, és valahogy nekem úgy a, hát ilyen második ifjúságom korában, 60 év fölött eljött az, hogy... Hogy ismerkedtetek meg? Hát ez egy jó történet, majd te fogod befejezni. Ez egy partin volt, ugye? Vagy egy bulin volt a maga megismerkedés? Partin volt a megismerkedés, bemutattak minket egymásnak, és hát mondhatjuk azt, hogy attól kezdve tényleg végig együtt beszélgettünk, egy percre se tágítottunk egymás mellől. És azóta sem? Azóta sem, sőt, én hamarabb elmentem, és utána történt valami furcsaság. Na, erre én nagyon kíváncsi. Igen. Az egész úgy volt, hogy a fene se akart erre a partira menni, mert Balatonon voltam baromi szép időben, de aztán egy haverom mondta, gyere, menjünk föl, hát most jobb dolgunk úgyse lehet. És akkor tényleg ez volt, hogy tök véletlenül ott összefutottunk, és egy ilyen szabadtéri születésnap volt, azt hiszem, és elkezdett zúgni az eső. És akkor neki el kellett indulni, rohanni. Hát úgy illett, hogy én azért hamarabb. Úgy illett, hát ez viszont nagyon jó, nagyon úgy illett, igen. És a fűvön nem akart elindulni, mert annyira csúszott, oda hirtelen vizes fű, az nagyon csúszik. És akkor ott szépen imitáltad a tologatást, igen. Tényleg? De fiatalabb, mert és akkor utána tudod, az ember úgy visszament, na várjunk, mi is menjek most már vissza, de hogy is én is bevülök a kocsiba, és utána. De aztán úgy nyomta a pályfer, hát hogy van értem utol. Viszont éjszaka 3-kor szólt a telefon a kocsiba, és 100%-ig biztos voltam, hogy ő. Hogy igen, mert az asztalon találtam egy ilyen névjegyszerűség. Nem névjegyszerűség, talált egy ilyen névjegyszerűség. Hogy az véletlenül hagytad ott, vagy egyébként, tehát árult már el, mennyire volt célzott? Az akkori vállalkozásommal kapcsolatos dolog volt, amit ott hagytam valakinek, és ő rátalált. Hát ha az. És valaki az biztos fog jelentkezni. Egyébként, hogyha nem láttad volna azt a névjegykártyát, vagy az ahhoz hasonlított dolgot, akkor egyébként megkerested volna más formában? Nem tudom, mert végül is nem beszéltünk meg semmit. Ez volt a dolog, nyitja egyébként. Tehát akkor 3 hónapon becsörögt, és mi az, amit mondtál? Na igen, mert ott megy az ember vissza a Balatonra, és hosszú az út. Olyan fél óra. És akkor mondom, fölhívom azt a számot, nagy baj nem lehet. És te örültél neki nyilván, hogy megcsörögtél? Hát már vártam a telefonba. Érezted egyből, hogy ő az, aki kell? Igen, igen, tehát lehet, hogy te másképp gondolod, de én legalábbis részemről akkor éreztem azt, hogy de jó lenne, hogyha valami közelebbi kapcsolatba kerülnénk, bevallom. Ezt éreztem. És azóta is töretlen a szerelmetek. Mindig próbáljuk ilyenkor boncolgatni azt, hogy mi a jó házasság titka, esküvői hét, igen. Kicsit meséltek az esküvőtökről? Ugye a megismerkedés után 3 évvel vezetted ugye Zsókát oltár elé. Igen, mert ugyanakkor én tipikusan fiús vagyok, hogy nekem azért nem fontos az a házasságtól. Igaz. De bezzeg mi nők? Ha már arra terelik az embert, és már nincs kiút, akkor jó, hogy a fene. De szóval nem azért, mintha ez ellen lenne, szóval én nem szeretem azt, ha valami papírral, vagy valami komoly dologgal kell igazolni, hogy csak azért van, mert van róla papír. Na most ezért nekem mind a két házasságom olyan volt, hogy rajtunk a, nem tudom, hogy hívják aki ebben a... Anyakönyvvezetőnek, én most írtam alá hétvégén az anyakönyvvezetőnél pont egyébként ezt a valamit, mert 30 nappal korábban kell. Igen, és akkor két tanú volt, és ennyi. Hol volt az esküvő? Balaton, Aligán, a parton. Akkor ez egy ilyen laza, nem egy ilyen jó hangulatú? Ez annyira laza volt, hogy vonultunk befelé, és mondtam, hogy te még ilyen nászinduló? Ja, tényleg, a nászinduló ott valaki. A nászinduló a nyári éjekasszonya volt. Zenés ember, miért nem nászinduló? Meg a szám volt a nászinduló. Nem, ez nem, nagyon aranyos volt, nagyon laza, nagyon, hát de látszik is szerintem. Igen. Vőlegényi ruhába. Igen, tipikus vőlegényi ruhába, igen. És hogy az eskü után viszont 2007-ben viszont megszületett ugye a közös lányatok. Már megvolt. Pont fordítva ja, volt nálunk minden. Szóval ebből látszik, hogy azért nem tartjuk be az... Nálunk is így lesz. Hát, nem, de szóval, nem baj, ha nem. Hát ez így alakult. Igen. Ez így alakult. Igen. Mi a jó házasság titka? Hát szerintem a legfontosabb, 3 legfontosabb dolog, hogy
szerelmi házasság legyen. Igen. Mert akkor utána azért tudunk tolerálni. Igen, mert igen, a szerelem igen. az megmarad. És tehát tolerancia, és tényleg, tehát nagyon-nagyon kell szeretni a másikat, és engedni, beleképzelni magát a másik helyzetébe, és nem szabad önfejűsködni, bár megpróbálunk önfejűsködni, de ehhez azért kell hosszú évtapasztalat. Mutatjuk azt, hogy két különböző személyiség, mikor összeházasodik, akkor egyé válnak, és ez nagyon így van, fontos. Összecsiszolódunk, de tényleg én is ezt vettem észre, hogy többször mondtam, ugye milyen jól összecsiszolódtunk nekik a hosszú évek során, de tényleg, tehát ez kell hozzá. És aki azt mondja, hogy náluk nincsenek viták, meg mindenben egyetértek, az nem mond igazat. De milyen jellegű viták vannak? Egy példát mondjatok már. Mint tudtak összevetni? Mondhatjuk egyszerre, a gyereknevelés. Ha, egyébként semmi máson nincs, én ugyanis sokkal szabad elvűbb vagyok. Ő a megengedő, most már 10 éves lesz a Lénácska, itt már ő egy saját személyiség, tehát nem szabad mindenbe őt bekorlátozni, és ő, neki erre nagyon van igénye. Na most itt van egy született pedagógus, aki viszont állandóan nevel. Az agyám, hogy engem is, a Lénácskát is, ami rendben van, de néha olyan fölösleges és értelmetlen dolgokon tudnak összeveszni, azt én... Tehát nem is mi veszekszünk, hanem te a Lénával? Igen. És apa persze, hát a puci hát kicsi kislánya. És akkor mindig lánya. Mondjam, ne előtte foglaljál állást, majd külön vonulunk, és akkor elmondod. Ez a fő csapásvonal, ami... Ez. De máson nem, nem? Tehát annyira harmóniában vagytok, és de olyan... Tényleg, tehát máson szépen... nem tudunk, mert mindent megbeszélünk. A hosszú évek során ugye a szerepek is úgy önmaguktól kiosztódtak, tehát hogy ki mihez ért, ki miben jobb. Nem mondtuk azt, hogy te majd ezt csinálod, én meg ezt, hanem úgy magától úgy szépen kialakult. És nem görcsöltetek rá, talán igen, ez is a kulcsa. Igen, így van. Látok, Krisztián, itt kell csinálni. Én abszolút tanulok, tehát igazából én azért is kértem magam erre a hétre, hogy van ez az esküvői tematikus hetünk van, tehát én azért, hogy itt igazából nem pedig a beszélgetésekben vagyok, hanem megpróbálok tanulni olyan személyektől, mint például ti is. Volt egyébként benned bármi nemű kérdés az, hogy túl voltál egy házasságon? Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy... És egy nagyon hosszú házasságon. Nagyon hosszú, és megmondom őszintén, most is úgy utólag azt mondom, hogy abban nem volt semmi baj. Tulajdonképpen az ember eljött egy olyan második időponthoz, ahol én nem akartam se nagypapa, se vissza, karosszékbe visszadőlő, tévénéző, már semmi nem érdekel, hanem kezdjünk bele. Hát az embert az élteti, hogy problémák, feladatok vannak, meg kell oldani. Na most az, hogy 64 évesen egy kisgyereket vállalni, hát az már eleve nem volt egy egyszerű feladat, meg aztán 22 évvel fiatalabb csajjal is. Hát ez egy ilyen kis újjászületés. Igen. És én állítom, hogy nem azt mondom, hogy ez példának kéne lenni, vagy egy jó, de biztos én nem tudtam volna magamat elképzelni ebbe a visszasüppedő. A mai napig is nincs unokám, erről gondoskodott Dani fiam. Magunknak csináltunk unokát, hát más nem tudok mondani, de viszont a Lénácska az csoda. És tehát... minden szeretetet megad nektek? Igen, és azt nem is tudnám elképzelni, hogy ma, hogy ne legyen. Igen. Tehát most már 70, mit tudom, hány éves, már nem számolom. És amikor megyek a suliba, ott olyan ilyen 20-30-as apukák vannak, hát azért százom mindegyiket megverem. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és elmeséltétek ezt nekünk. Köszönjük.